Választott nép tagjai, akik küzdöttek az Úrért, küzdöttek a hitükért, küzdöttek, hogy az Úr ígérete megvalósuljon bennük, az számukra óriási jelentősége volt annak, hogy az Úr ládája ott volt a táborban, ott volt közöttük. Mit értünk az Úr ládáján? Szövetség ládáját, amiről a Szentírás azt írja, a tudósok ezt mondják, hogy ebben a gyönyörű ládában, ami nagyon pontos leírás alapján készült, hordozták magukkal a szövetségnek a törvény tábláját, azokat a táblákat, amelyekre a 10 parancsolat került fölírásra, és amely parancsolatok számukra 10 szóként, Isten 10 szavaként, 10 törvényeként, életre vezető szabályként jelentek meg, és pusztán az a tény, hogy ott volt velük a szövetségnek a táblája, ott volt az a gyönyörű szekrény, ami hordozta ezt. Számukra ez azt jelentette, hogy velük van az Úr. Velük van az, aki a törvényt alkotta, velük van az, aki javukat akarja, velük van az, aki küzd értük, és így számukra ez a, mondjuk így liturgikus, de mégis a szövetség egészét megjelenítő, Isten és az ember szövetségét megjelenítő fridláda és a benne lévő táblák az Úr jelenlétét képviselték számukra. A törvényről megvallották, hogy életet jelent számukra, örömet jelent, boldogságot jelent. És amikor, ahogy hallottuk, megjelent a táborban, meghozták Siloéból az Úr ládáját, akkor öröm töltötte el őket, és erőt adott nekik. Bár éppen ez a leírás azt a részt tartalmazza, amikor az ellenségek győzedelmeskedtek rajtuk, de számtalan más olyan leírást is olvasunk, ahol ugyancsak ebből merítettek erőt, és győzedelmeskedtek az ellenség fölött. Tehát ezt a 4 gondolatot szeretném kiemelni számotokra, hogy a kápolna, a kápolnában jelenlévő Úr Jézus Krisztus számotokra az Istennek, a szerető Istennek, az Atyának a jelenlétét teszi elérhetővé. Ott van az iskolátokban, ott van a kápolnában, ott van a ti szívetekben, betérhettek hozzá. És amikor betértek hozzá, akkor erősen eszetekbe jut, fölidéződik mindaz, amit róla tanultatok, hogy ő Atya, hogy elküldte a fiát, hogy a fiú szeret bennünket, hogy a fiú gyógyít bennünket, mint ahogy most hallottuk az evangéliumból. A fiú törvényt ad nekünk. És azt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én is szeretni foglak benneteket. Jelen van az Isten a ti életetekben. Jelen van a ti iskolátokban. És jelen van az ő szabályaival, törvényeivel, amit megtanultok. Megtanuljátok a világ törvényeit a tudományokban. Megtanuljátok a hitnek a törvényeit a hittanórákon, az imádságban, a liturgiában, a közös alkalmakkor. Megismeritek azokat a szabályokat, törvényeket, amelyek éltetnek, amelyek nem elveszik a szabadságodat, nem korlátoznak, nem elvonnak valamit, hanem szabaddá tesznek. És mint ahogyan a választott népnek a fiai is örömüket fejezték ki, hatalmas örömüket fejezték ki, hogy megérkezett a táborba a szövetségnek a ládája, benne az Isten jelenléte, benne a törvénynek az ereje, ugyanígy kívánom, hogy mindig örömmel gondoljatok arra, és örömmel téljetek be az iskola kápolnájába, de ugyanígy a templomba is, templomokban, bárhol is, de most erről beszéljünk, hogy az iskolátokban egy kápolna került kialakításra, ahol az Úr jelen van. Ez örömmel töltet el benneteket. És bátorít.
ez a negyedik gondolat, hogy bátorít benneteket. Bátorít miben? Bátorít benneteket abban, hogy bízzatok, nagyon bízzatok az Atyában, aki szeret bennünket. Ugye karácsonykor azt ünnepeltük, hogy az elküldte az Isten az ő fiát, és mivel fiúként jött el, ő az Istent atyaként mutatja be, és így adja nekünk át. Nem csak egyszerűen Istenhez imádkozunk, nem csak egyszerűen a törvény urához, nem csak a szövetség Istenéhez, hanem aki atya. Erőt ad mindannyiunknak, hogy atyaként tekintsünk rá. Erőt ad és bátorít mindannyiunkat, hogy szívünkbe fogadjuk az ő törvényeit, mert ezek jók, mert ezek életre vezetnek bennünket. Mint ahogyan a szüleitek, a tanáraitok, amikor valamit kérnek, valamire utasítanak, valamit elvárnak. Nem azért teszi, mert nem szeret, hanem éppen azért, mert szeret, mert ez neked jó, mert javadat szolgálja. Amikor szüleidnek, tanáraidnak a kérésére, utasítására, parancsára gondolsz, akkor valójában nem a parancsokon gondolkozol, hogy ez jó vagy nem jó, hanem azon, hogy édesanyja, édesapa, a tanáraim szeretnek. Persze, hogy megteszem, mert szeretnek. Mert mindig is szerettek, mindig is támogattak, mindig is óvtak, védtek, meg fogom tenni. És erőt ad az Úrnak a jelenléte ahhoz is, hogy bátran vegyétek fel, bátran vegyük fel minden nap a küzdelmet, a jóért. Azért, hogy ami a kötelességed, azt fölismerd, és amit fölismertél kötelességednek, azt meg is tartsd. Ezt imádkoztuk most a Szentmise kezdő könyörgésében. Add, Urunk, hogy ismerjük fel akaratodat, és a fölismert kötelességeinket bátran teljesítsük. Ez erőt ad mindannyiunknak. És bátorít bennünket arra is, hogy akarjunk küzdeni a jóért. Néhányszor találkoztunk az elmúlt hónapokban, ezt a gondolatot már megfogalmaztam nektek, de nem baj, ismétlem. Bizony meg kell küzdeni a jóért. Először is önmagadban a jóért. Mit jelent ez? Azért, hogy szeretet legyen benned. Meg kell küzdeni azért, hogy ne ellenségeskedés legyen benned. Ne féltékenység legyen. Meg kell küzdeni azért, hogy ami a feladatod, azt örömmel teljesítsd. Nem mindig könnyű. Nem csak neked, a tanáraidnak sem mindig könnyű. Nekünk lelkipásztoroknak sem mindig könnyű. De ez nem baj. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell megtenni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor az nem jó. Hanem azt jelenti, hogy meg kell küzdeni érte. Bátorítson benneteket az a tudat és az a tény, hogy kápolnában találkoztok az Úrral, megerősödhettek az ő szeretetében, megerősödhettek az Atya iránti bizalomban, megerősödhettek abban, hogy azok a parancsok, azok a tanítások, azok, amelyeket ad, az jó, és megerősödhettek abban, hogy akarjatok jóért küzdeni. Nem csak szüleitek, nem csak tanáraitok, nem csak lelkipásztoraitok, hanem ti magatok is. A jót mi mindannyian elvárjuk. Úgy gondoljuk, hogy az jó. Úgy gondoljuk, hogy az nekem jár. Igen, a jó az jó. A jó az jár. De meg kell küzdeni érte. Csak akkor lesz a tiéd. És ebben fog segíteni benneteket ez a kápolna. Ebben fognak segíteni azok a programok, azok az imádságok, azok az alkalmak, amikor ott együtt lehettek, osztályközösséggel, vagy szűkebb csoporttal, vagy te magad bemész. És bátorítani fog, hogy örömmel adj hálát mindazért a jóért, amiért megküzdöttél, és amit az Úristen ajándékul ad. Ez a mai ünnep, ez valóban úgy ünnep, hogy egyébként a mindennapjaidat változtatja meg, erősít meg ebben. Én hiszem abban, hogy ennek a kápolnának a létesítése, a kápolnának a használatba vétele, az Úr jelenléte, az mindannyiótok számára erőt és örömet jelent. Ezért imádkozunk.